Hozzá kellene visszatérnie minden magyar embernek, aki nemzetben és magyarságban gondolkodik. Ezt vallja Bognár Zalán történész, Petőfi Sándor ma is élő rokona, aki exkluzív interjút adott a Libretto stábjának. Áldja Istenét, kit Istene megáldott, adván néki meleg hajlékot s családot. Milyen boldogság most a jó meleg szoba, és meleg szobában a barátságos család. Most minden kis kunyó egy tündérpalota, ha van honnan rakni a kandallóra fát. Petőfi Sándor elsőként honosította meg a családi líra műfaját a többi ismert és kedvelt témája mellett. A nép nyelvén tudott szólni, munkásságának máig ható üzenetét pedig ma élő leszármazottai is elkötelezetten hordozzák. Egyikük, Bognár Zalán például történészként kutatja a múlt, jelen és jövő kapcsolatát. Az én szépapám Petőfinek a unokatestvére volt, tehát az ő nagyapjuk volt a közös ősünk, Petrovics Tamás. És édesanyám ugye magyar történelemszakos gimnázium tanár volt, és ő nagyon sokat beszélt nekem Petőfire, és ő mondta nekem, hogy hát hogy a Petőfi a rokonunk. Ugye az én édesanyám is még Petrovics lányként látta meg a napvilágot, később magyarosították a nevét Petővárira. Amikor gimis voltam, akkor elmentem az OSK-ba, utána néztem, és a Turul című heraldikai, tehát ilyen cimmertanos, meg ilyen genealógiai labban ott láttam a Petrovics, Petőfi családfát, és akkor most bizonyosan vált bennem, hogy hát valóban ez nem legenda, hanem ez így is van. A történész számára lánglelkű ősének mély hazafias érzülete és a magyarság iránti elköteleződése mind emberileg, mind szakmailag tartást ad, de egyben komoly felelősséggel is jár. Az egész reformkor, a 48-49-es forradalmi szabadságkor, tehát nagyon nagy hatása volt rám, és ez az én történelem szeretetemet, illetve hát hazaszeretetemet megalapozta igen erőteljesen. A hadtörténelmi levéltárba kerültem, és ott megtaláltam Petrovics nagyapám, aki aztán ugye magyarosította a nevét, az ő rá vonatkozó iratokat, akit viszont a szovjetek vittek el Málenkirovotra, úgymond hadifogságba civilként. És ugyanígy volt ugye Petőfivel is az esetem, hogy egy ilyen családi legenda, hogy valami igaz, valami nem, és teljesen igaz. És aztán történészként is azt tapasztaltam, amikor az emberek a saját életükről beszélnek, az nagyon igaz. Bár a múlt évszázadok során a Petőfi Sándor által képviselt ideák elhalványultak, a jelen és jövő generációinak módjában áll újra felfedezni és éltetni a géniuszt. Valahogy a 80-es évek vége, a rendszerváltoztatás után egyes irodalomtörténészek mondták, hogy nem elég cizellált, pedig éppen az a nagyszerűség, hogy egyszerű, tehát egyszerűen és nagyszerűen fogalmazott, és ő tényleg a népet, a nemzetét akarta felemelni, tehát hogy ő hogy az Apostol című művében is ugye szinte magáról ír, hogy ő neki küldetése van a Földön. Amit csinál valaki, az teljes szívvel és lelket csinálja, az csak úgy érdemes, és tényleg ő mindent, amit csinált, az teljes odaadásra csinált, és igazából, hogy így a konvenciók se érdekelték, tehát hát nyilván ezért is lett a forradalom egyik vezéralakja, mert hogyha bizonyos dolgokban igaza volt, akkor, hogy így mondjam, akár a falnak is neki ment, tehát hogy nem ismert lehetetlen. Petőfiben olyan gyökereket kaphatunk, tehát a hazaszeretet, a nemzet szeretet, a szabadság szeretet, hogy ha valakinek erős gyökérzete van, mint ahogy a fa is, tehát a gyökereiből szívja a nedvet és tartja meg a gyökérzet a fát, így hogyha a mi a múltunkba is visszanézünk és Petőfire támaszkodunk, akkor mi magyarok, most élő magyarok is jobban meg tudunk állni a nemzetközi viharban.